Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Most kapcsoljuk a CBN hírstúdióját híreinkkel. Izraelben harag és gyász váltja egymást, mivel a Hamas 6 tuszt kivégzett. Köztük a 23 éves amerikai-izraeli Hersh Goldberg Polint is, amikor az izraeli védelmi erők mentőakciót kíséreltek meg. A boncolás során kiderült, hogy a tuszokat közvetlenül közelről lőtték le. Chuck Holton jelentkezik a részletekkel Jeruzsálemből. Néhány órával ezelőtt tájékoztattuk a családokat, hogy szeretteik holttestét az izraeli védelmi erők csapatai egy Rafahi terroralagútban találták meg. Az elsődleges vizsgálatok alapján a Hamas terroristái nem sokkal azelőtt gyilkolták meg őket brutálisan, hogy csapataink odaértek. Az egész nemzet gyászolja a Gázában meggyilkolt 6 tuszt, köztük Hersh Goldberg Polin amerikai állampolgárt. Néhány nappal a tragikus esemény előtt Hersh édesanyja Rachel a gázai határnál áldást mondott fiára. Isten áldjon meg és őrizzen! Világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad! Adjon békességet neked! A brutális gyilkosságok felháborodást váltottak ki, és a tüntetők országos sztrájkot tartottak. Sok izraeli Netanyahu miniszterelnököt hibáztatja, amiért nem hajlandó tűzszüneti megállapodást kötni. Netanyahu szerint azonban egy ilyen megállapodásnak elfogadható feltételeket kellene tartalmaznia. Az a tény, hogy a Hamas továbbra is az október 7-eihez hasonló atrocitásokat követel, megköveteli, hogy mindent megtegyünk azért, hogy ne legyen képes újra ilyen agressziót elkövetni. A gyász ellenére vasárnap az izraeli gyerekek visszatértek az iskolákba. Egyrészt örülünk, hogy visszatértünk kicsit a kerékvágásba. Másrészt még mindig halljuk a távolban a robbanásokat. Reméljük, hogy legalább a gyerekek visszatérhetnek a rutinba. Vasárnap egy Hebron melletti autós lövöldözésben 3 izraeli rendőr veszítette életét. Az IDF felderítette a tettes kilétét, aki az ezt követő tűzharcban meghalt. A terrorista a palesztin elnöki gárda tagja volt. Az események kérdéseket vetnek fel az USA finanszírozását élvező biztonsági programok hatékonyságával kapcsolatban. Izraeli vezető politikusok szerint a Hamasban nem lehet megbízni. Úgy gondolom, hogy az egész világközösségnek meg kell változtatnia azt, ahogy a Hamashoz viszonyul. És ez vonatkozik a tárgyaló felekre is, az arab nemzetekre, a közbenjárókra. Mindenkinek meg kell értenie, hogy a Hamas nem partner semmiben. Miközben Izrael próbál navigálni a válságok között, a figyelem továbbra is a még fogságban lévő tuszokra összpontosul. Izraeli tudósítók szerint 101 tusz van még Gázában, de csak 66-ról feltételezik, hogy még életben van. Szabadon bocsátásuk és biztonságos hazatérésük biztosítása folyamatos kihívást jelent. Ricky Pearsolt, aki a San Francisco 49ers elsőkörös amerikai futballjátékosa volt az idei NFL drafton, és akit szombaton egy rablás során mellkason lőttek, vasárnap délután hazaengedték a kórházból. Riportunk. A San Francisco 23 éves elkapója, Ricky Pearsall megsebesült egy rablási kísérlet során San Franciscóban, a Union Square-en egy autógramosztás után. Egyedül sétált, amikor a gyanúsított odalépett hozzá, és fegyveres rablást kísérelt meg. A rendőrség szerint a 17 éves gyanúsított Pearsall Rolex óráját követelte. A rablási kísérlet alatt a fegyverest is mellkason lőtték, állapota stabil. Pearsall édesanyja a közösségi médiában megosztotta, hogy a golyó a fia hátán távozott, és nem talált el létfontosságú szerveket. Friss hírek a kisfiamról. Mindenek előtt meg kell köszönnöm Istennek, hogy megvédte a kisfiamat. Nagyon szerencsés, hogy Isten megvédte őt. A fiam ma Isten kegyelméből maradt életben. Írta. Ricky Pearsall tavaly posztolt az X-en egy üzenetet, hogy visszatértem. Majd idézte a Biblia egyik versét. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr. Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. És bár San Franciscóban a statisztikák a bűncselekmények csökkenését mutatják, a támadás miatt ismét a középpontba került a biztonság és a bűnözés kérdése. Dale Hurd, CBN News. Térjünk vissza a Közel-Kelethez. Idén az egyetemi kampuszokon zajló Izrael ellenes tüntetések közepette mutattak be egy dokumentumfilmet, amely bibliai idézetekkel világít rá, miért fontos kiállni Izrael mellett. A film alkotóival Wendy Griffiths beszélgetett.
A Why Stand With Israel, azaz Miért álljunk ki Izrael mellett című film készítői több interjút is készítettek keresztény és zsidó vezetőkkel. Ez a föld Istené. Izrael az egyetlen olyan ország, melynek megszületését Isten támogatta. A földet pedig egy meghatározott népcsoportnak adta azért, hogy bennük megáldja az egész világot. Nagyon izgatott vagyok. Azért imádkozom, hogy akik megnézik ezt a filmet, megértsék, hogy Isten miért épp a zsidó népet és Izrael földjét választotta ki. Miért épp velük kötött örök szövetséget. A filmet épp a II. Világháború óta nem látott méretekben növekvő antiszemitizmus idején mutatták be. Az egyetemeken zajló Izrael ellenes tüntetések miatt egyre inkább terjed a káosz és a félelem. A film rendezője szerint ennek is üzenete van. Láttunk már ilyen gyűlöletet és előítéletet a zsidósággal szemben. A holokauszt idején a keresztény egyház hallgatott, de ma nem maradhatunk csendben, mikor a zsidó népet támadják. Azt a népet, melyet Isten a sajátjának nevez. Ezekben az időkben Isten megrázza az egész egyházat. Ezért is fontos kiállni Izrael mellett. Miért van az, hogy Isten választott népe, a szeme fénye, mégis az egyik leggyűlöltebb, leginkább üldözött népcsoport az egész világon, az idő kezdete óta? Azt hiszem, ennek szellemi okai vannak. Izrael és Jeruzsálem a világ legforrongóbb helye az idő kezdete óta. Isten ellensége is harcol ellenük. Az egyházon belül egyre jobban terjed az antiszemitizmus, ez ellen pedig nekünk kell harcolnunk. Ezt a gonoszságot nem engedhetjük meg. Sanders arra is emlékeztetett, hogy aki áldja Izraelt, áldott lesz. Ahogy Isten mondta, megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. Mi is e szerint cselekedjünk. Wendy Griffith, CBN News. Amikor Sarah megkapta a szülés előtti szűrővizsgálat eredményét, pontosan tudta, hogy az mit jelent. A gyermeke nem fogja túlélni. Sarah Istenhez kiáltott, és ekkor meghallotta a születendő gyermeke hallható hangját. Lássuk! Az összes ilyen tesztet elvégeztük az előző két gyereknél, így úgy éreztük, hogy szinte semmi esélye annak, hogy velünk ilyesmi történjen. Will és Sarah Mortensen már nagyon várták ezt a 2017 novemberi napot. A 38 éves Sarah 10 hetes terhes volt, és éppen a terhességi szűrővizsgálat eredményeire várt. Mivel már két egészséges gyermekük született, a házaspár jó hírekre számított, és arra, hogy megtudják, vajon az új jövevényük fiú lesz-e vagy lány. A hívásra vártam, és persze jött is. De az orvosom rögtön azzal kezdte, Sarah, tudatnom kell önnel, hogy a baba tesztje pozitív lett. 18-as triszómiára. Azonnal tudtam, ez mit jelent. Ennyi volt. A gyermekem meg fog halni. Az Edwards-szindrómaként is ismert 18-as triszómia olyan születési rendellenesség, amelynél a csecsemők egy plusz 18-as kromoszómát hordoznak. Akik egyáltalán megszületnek, 90-95%-uk nem éli túl az első évet. Azt gondoltam, ó Istenem, el fogom veszíteni őt, egy gyereket. Hogy leszek ezután a régi? Egyáltalán hogyan mondom el ezt a gyermekeimnek, és milyen hatással lesz ránk? Mielőtt letette volna a telefont, Sarah még egy dologra kíváncsi volt. Kértem, várjon egy percet. Mi állt még a jelentésben? Fiunk lesz, vagy lányunk? A házaspár még aznap találkozott Sarah orvosával. Más nem tudok mondani, mint hogy sokkért. Emlékszem, amikor megtudtam ezt az információt, és hogy pontosan mi is ez. Igyekeztünk felkészülni arra, hogy mi várhat ránk. De igazából minden elmosódott. Will és Sarah már ismerte az Edwards-szindrómát. Mindkettőjüknek voltak olyan barátai, akik gyermekeinek ez a rendellenessége volt. Az egyikük meghalt az anyamékben, a másiknak számos problémája volt. Azt hiszem, a legnagyobb félelmem az volt, hogy mi leszünk az a család, amelyiknek egy olyan helyzettel kell megküzdenie, hogy van két egészséges gyerekünk, akiket megpróbálunk felnevelni, de itt lesz ez a harmadik gyerek, akinek az életben tartása minden időnket és energiánkat igénybe veszi majd. És mégis mit fog ez tenni a többi gyerekünkkel?
Az orvosok tanácsára beütemezték Sarah-t egy amniocentézisre, hogy ellenőrizzék a diagnózist és segítsenek abban, hogy tájékozott döntést hozhassanak a terhesség megszakításról. Bár az abortusz szóba sem jöhetett, a házaspár nem volt biztos abban, hogy elég hitük van arra, hogy Istenre bízzák a helyzetet és annak végkimenetelét. Másnap otthon Sarah kiöntötte a szívét Istennek. Csak kiáltottam hozzá, mondván, hogy Uram, szükségem van egy szóra, hogy mit tegyünk Willel. Sarah szerint abban a pillanatban Isten születendő lánya hangján szólt hozzá. És akkor olyan tisztán éreztem, hogy a hangja azt mondja, anyu, mondd meg nekik, hogy hagyjanak békén. Jól vagyok. Később, amikor Will hazaért a munkából... Nagyon izgatott volt, amikor hazaértem. Azonnal azt mondta, hogy nem csináljuk meg az amniocentézist. Mire azt válaszoltam, hogy Isten nekem is ezt mutatta, nem fogjuk. Ezután elárasztott minket a béke. Sarah lemondta az időpontot, még nevet is adtak a lányuknak, Lovely Rain. Így viszont a terhesség végéig nem tudhatták meg, hogy a baba rendellenességben szenvede. A következő 33 hétben a házaspár és családjuk imádkozott, Sarah pedig továbbra is járt vizsgálatokra és ultrahangra. Végül eljött a nap. 2018. július 24-én Lovely Rain császármetszéssel jött világra. Az Edwards-szindrómának semmi jele nem volt, ezt Sarah szülészorvosának szavai is megerősítették. A baba tökéletes. Nagyszerű pillanat volt, mert az Úr előre megmutatta nekem, hogy ez lesz a végeredmény. Akkor pedig ott láttam ezt a gyönyörű kis babát, a 10 ujját és 10 lábujját. Visszamentem Sarahhoz, és azt mondtam, nagyszerűen néz ki. Isten csodával ajándékozott meg. Megmentette a kis Lovely Lively-t. Ő itt az 5 éves Lovely Rain, aki az ima erejének köszönhetően minden tekintetben egészséges. Hálás vagyok az áldásokért, amiket Istentől kaptunk. Ebben élek. Ha bármilyen tanácsot adnék bármely szülőnek, az az lenne, hogy hagyja, hogy Istené legyen a végső szó. Gyűjtsék össze az információkat, vigyék el hozzá, terítsék ki a lába elé, és számítsanak arra, hogy válaszol. Rick mindig is az egészség mintaképe volt, ám egy vasárnap reggel teljesen váratlanul nagyon rosszul lett. Néhány pillanattal később már a földön feküdt, pulzus és életjelek nélkül. Láttam, ahogy Rick ott fekszik a földön. Közben mindenki téged bámul, mert azt hiszik, hogy biztosan tudod, mit csinálsz. Én pedig csak imádkoztam. Egy átlagos vasárnap reggel volt április 25-én. Jól éreztem magam. Még csak nem is volt miért aggódnom. Egész életemben rendkívül jó egészségnek örvendhettem, még csak egy fejfájásom sem volt. Rick elment Isten tiszteletre. Szolgálatba állt, mint pásztor kísérője az épületben. Néhány méterre álltam tőle. Mielőtt felmegy a színpadra, szereti ellenőrizni a hangot. Arra emlékszem, hogy egyszer csak a semmiből hirtelen borzalmasan érzem magam. Soha életemben nem éreztem még így. Aztán elkezdek egy szék háttámlája felé támolyogni, hogy megkapaszkodjak. Ez az utolsó kép, ami megmaradt. Az a reggel más volt. Minden egyes Isten tiszteleten erős volt a Szent Szellem jelenléte. Mintha Isten minden egyes alkalmat egyedi módon látogatott volna meg. Folyt Isten dicsérete. Az utolsó dalhoz értünk, és én felemeltem a kezem. Archie pásztor hirtelen észrevette, hogy Rick összeesett mögötte. Ahogy oda néztem, Rick élettelenül feküdt. Kirohantam a teremből, és behívtam Ed Járőrt. Bejött, próbálkozott Rickkel, de nem volt pulzusa, nem lélegzett.
Úgyhogy azt hittük, elvesztettük. Az épület előtt teljesítettem szolgálatot, amikor a nagyterem hátsó ajtaja kivágódott, és Archie pásztor rögtön segítséget kért, és hogy hívjuk a mentőket. Megnéztem, hogy Rick lélegzik-e. Ellenőriztem a légutait, a szájához hajtottam a fülemet, hogy érezzem, hogy levegőt vesz. Megtapintottam a nyaki ütőerét és a csuklóját, hogy van-e pulzusa. Semmilyen életjelet nem adott. Értesítettem az ügyeletest, és a sürgősségi ellátást hívtam. Jelentettem, hogy van itt egy felnőtt férfi, aki nem reagál és nem lélegzik. Barátok vagyunk. Ő egy nyugalmazott rendőr New Yorkból, ezért erős a kötődés közöttünk. Egy olyan személy, aki fontos nekem, ezért nagyon személyesen érintett az ügy. Tudom ilyenkor, hogy komoly dologról van szó. Nem voltak életjelek. Bármennyire is szerettem volna, nem reagált. Elment. Úgy döntöttem, hogy ott hagyom Ricket a szakemberekkel, és felmentem a színpadra. Mit tegyek? Ricket már 12 éve ismertük. A gyülekezetben minden ember a barátunk. Látni a barátomat élettelenül a földön, és egy időben betölteni a feladatomat, megnyugtatni az embereket, miközben bennem a félelem, szorongás kavargott. Mindenféle érzelmet átéltem, amikor felmentem a színpadra, de Isten természetfeletti módon válaszolt. A dicséret folytatódott, miközben Archie pásztor megkérte az embereket, hogy imádkozzanak Rickért. Az emberek elkezdtek imádkozni Rickért. Nem voltak tisztában a helyzet súlyosságával, de tudták, hogy valami nincs rendben. Mindenki imádkozott, amikor hirtelen Rick szemei kinyíltak, mintha felébredt volna. Csak felnézett, és úgy voltam, hú, mi történt most? Nem nagyon lehetett leírni, mi történt, irreális volt. Egyszerűen kész csoda volt. Kinyitottam a szemem az ima végén, és láttam, ahogy Rick feláll. Egy olyan ember, aki előbb még élettelen volt, pulzus nélkül, légzés nélkül. Ha valaki azt mondja, hogy az ima nem működik, akkor mondd azt neki, hogy az ördög egy hazug. Az imák célba értek, én pedig felültem. Ricket megvizsgálták az orvosok és specialisták azután a következő napokban. Gyógyultnak nyilvánították, és azt mondták neki, hogy olyan a szíve, mint egy 20 évesé. Azóta új becenevem van, Lázárik. Nem tudom, Isten miért engem választott ki. Tele van a szívem hálával, hogy rajtam keresztül mutatta meg a dicsőségét. Természetesen engem visszahozott a halálból, de ez az összes ember számára is hatalmas bizonyság volt. Mindenki, aki aznap ott volt, részese lett a csodának. A Szent Szellem kijelentette nekem, hogy Rick olyan, mint az egyház. Az Úr fel akarja rázni az alvó egyházat, hogy hatással legyen a világra, hogy segítsen ennek a megsebzett világnak. A hitem megerősödött ezáltal. Vannak napok, amikor felkel az ember, és nem tudja, hogy mi a célja az életben. Aztán tanulja lesz egy ilyen eseménynek, és rájön, mi a cél. Megérti az elhívását, megérti, hol a helye. Örülök, hogy ott voltam, és a barátom megmenekült. Mindezt Istennek köszönhetjük. Teljesen megváltozott a gondolkodásom. Máshogy látok sok mindent. Céllal vagyunk a Földön. Hiszem, hogy Isten mindenható, és minden lehetséges azoknak, akik hisznek benne. Bátorítani és a hitben erősíteni szeretnék mindenkit, hogy Isten bármit képes megtenni. Az egyház olyan hely, ahol bármi megtörténhet. Újra erősen hisszük, hogy az Úr hatalmas. Minden elképzelésünknél és várakozásunknál nagyobb. Minden felett képes cselekedni, amit kérni vagy elképzelni tudnánk a bennünk lakó ereje által. Ha engem használni tudott, az összes gyengeségeimmel együtt, bárkit tud használni, önöket is. Minden embert el tud érni.
És ha eszközei lesznek, sosem rossz, hanem mindig jó dolgok fognak történni. Tényleg az a legcsodálatosabb, hogy használni akar minket. Meg akar gyógyítani minket. Helyre akar állítani, meg akar bocsátani nekünk. Mindezt meg akarja tenni csak azért, mert ő ilyen. Ha megismerjük a személyiségét, és a neve pontosan leírja a személyiségét, akkor több hitünk lesz. Most beszéljünk arról, ami miatt Lazarik feltámadt a halálból. Volt ott egy képzett rendőrtiszt, aki nem találta nála a pulzust. Vizsgálta, hogy lélegzik-e, és nem lélegzett. Ott feküdt a földön, a mentő már úton volt, a gyülekezet pedig imádkozni kezdett. A pásztor árulta el a titok nyitját. Hittek Istenben. Nem azt hitték el, amit láttak a szemükkel. Mert a szemük azt mondta, hogy Rick meghalt. A pulzus és a légzés hiánya azt jelentette, hogy Rick meghalt. De Isten mást mondott. Élni fogsz, mégpedig bővölködő életet. Hittek Istennek. De hogyan jön létre egy csoda? Jézus világosan elmagyarázza a lépéseket Márk evangéliuma 11. fejezetében. Az első, hogy legyen hitünk Istenben. Ne az imáinkban higgyünk, vagy abban, hogy Rick milyen jó ember volt, vagy hogy mennyire fog hiányozni, ha már nem lesz köztünk. Abban se, hogy valamiért 40 napot böjtöltem. Ne ezekben a dolgokban bízzunk. Legyen hitünk Istenben, mert ő tényleg az, akinek mondja magát. Aztán, ha már nincs kétség a szívünkben, és teljes szívből hisszük, hogy megvan az, amit kértünk, akkor meg is kapjuk. Ha valamiben kételkednünk kell, az a saját kételjünk. Ne engedjük, hogy a kételj kiszorítja az evangéliumot, a jó hírt. Nem szoríthatja ki. De hogy jutunk el arra a pontra, hogy ne legyen bennünk kételj? Mert ez sokak számára gond. Azt hiszem, ebben nagyon őszintének kell lennünk. Jézus nevében kell imádkozni, de ez nem valami varázsige kántálás, hanem kimondjuk magunknak, hogy ő a megmentő, ő a gyógyító, ő a megváltó. Ő gondoskodik rólam. Ő az én igazságosságom. Ő mindez egyszerre. Amikor az ember elkezdi átgondolni a neveit, és megérti, hogy a nevek a személyiségét írják le, akkor ha ő mindez, és ő bennünk van, akkor bennem van mindaz a hit, amire szükségem van. Hadd legyen ma Jézus az ön hite. Nézzen ő rá, a hit kezdetére és bevégzőjére, és akkor meg lesz mindaz a hit, amire szüksége van. Ma a 27-es Zsoltár szavaival búcsúzunk. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén. A viszontlátásra!